Sziasztok, én Józsi vagyok, vagy Béla, na mindegy, mivel szombat van, ezért egészen biztos, hogy a Weekly Fixet nézitek, melyben ezúttal szó lesz arról, hogy a Google elkaszálta a Stadiát, hogy Hugh Jackman ismét eljátsza a rozsomákot, és hogy miként támad fel a Cyberpunk 2077. Csapassuk! Fantasztikus hírek érkeztek a Deadpool 3-mal kapcsolatban. Nem csak az derült ki, hogy mikor érkezik a film a mozikba, hanem az is, hogy Hugh Jackman ismét magára ölti majd benne Logan szerepét. Bizony-bizony, hiába tett pontot a Logan farkas az adamantium karmokkal felvértezett mutáns történetének végére, a színész most ismét előveszi legnépszerűbb karakterét, hogy magára öltse a harmadik Deadpool filmben, ami 2024. szeptember 6-án fut be a mozikba. Jackman a címszerepet alakító Ryan Reynolds-zal egy tőlük megszokott vicces videóban megerősítették, hogy ennek a filmnek semmi köze nem lesz a Loganhez, annak történéseit nem csinálják vissza, a Deadpool 3-ban a rozsomák még ereje teljében lesz majd. Hogy miről fog szólni a film, még nem tudni, de nagyon úgy néz ki, hogy a legendás mutáns ezúttal nem csak egy vendégszereplő lesz majd. Egyébként még mielőtt a Disney felvásárolta volna a Foxot és vele együtt a Deadpool jogait, az alkotók egy olyan harmadik rész ötletével játszadoztak, ami egy közös road tripre küldte volna el Wade Wilsont és Logant. Azt akár most is megvalósíthatnák, nem igaz? Mit gondoltok erről? Írjátok le kommentben! Nagy reményekkel indította el 2019-ben a Stadia nevű felhős szolgáltatását a Google, ami azt ígérte, hogy erős hardware nélkül csupán egy Chrome böngésző segítségével is képes lesz futtatni a legjobb játékokat. Bár a szolgáltatás technikai része jól működött, a kereső óriás most úgy döntött, hogy véget vet a Stadiának. Egy hivatalos blogposztban jelentette be a Google, hogy 2023. január 18-ai határidővel lelövi a teljes felhős platformot. Phil Harrison, a Stadia ügyvezető igazgatója döntést azzal indokolta, hogy bár a technikai alapok biztatóak voltak, a szolgáltatás nem keltette fel annyi felhasználó érdeklődését, amennyivel érdemes lenne hosszú távon is működtetni azt. Természetesen, akik előfizettek a Pro változatra, vagy bármilyen Stadia hardvert, játékot és kiegészítőt vásároltak a Google Store-on keresztül, azok visszakapják a pénzüket, előre látható a 2023. januárjának közepéig. A cég ugyanakkor nem hagyja elveszni a technológiát, hanem beépíti a Google egyéb szolgáltatásaiba, így például a YouTube-ba és a Google Play-be. Továbbá a korábbi terveknek megfelelően játékipari partnereiknek is a rendelkezésére bocsátják a Stadia techjét, mivel a Google még mindig elkötelezett a gaming irányába. Ti próbáltátok a Stadiát? Sajnáljátok, hogy bezárják? Írjátok meg a kommentek között! Most pedig jöjjön néhány villámhír, illetve nézzünk körbe az IGN Shopban is. Kingdom of the Planet of the Apes címmel kerül mozikba 2024-ben az új Majmok bolygója filmek negyedik felvonása, ugyanis kiderült, hogy az útvesztő filmeket jegyző Wes Ball filmje a háborúval véget ért trilógia történetét forgatja, habár sok-sok évvel később új szereplők közreműködésével. Az egyik ilyet a vaják Ciri-e Freya Ellen játsza majd. Egy mesterséges intelligencia megjósolta, hogy fog kinézni a PS6, illetve a következő Xbox és Nintendo konzol, a tanúság pedig az, hogy jobban járunk, ha nem egy számítógép tervezi majd meg a jövő játékgépeit. 2023 nyaráig várnunk kell a Vaják harmadik évadára, de addig sem maradunk vajákos tartalom nélkül. A Vér eredete című 1200 évvel korábban játszódó spin-off sorozat 2022. december 25-től lesz elérhető a Netflix kínálatában. A Ubisoft ötödjére is elhalasztotta kalózos játékának, a Skull & Bones a megjelenési dátumát, ami november 8 helyett csak 2023. március 9-én debütál majd. Persze csak akkor, ha időközben el nem halasztják még egyszer. Az IGN Shopra pedig feltétlenül nézzetek fel, ugyanis rengeteg geek témájú 2D-s puzzle közül válogathattok, ha pedig bírják az idegeitek, akkor megleshetitek a horroros kínálatunkat is, ami éppen aktuális a közelgő Halloween miatt. Bár azt a legtöbben örömmel fogadták, hogy a kétszeres Oscar-díjas Mahershala Ali fogja eljátszani Pengét az MCU-ban, annak már kevesebben örültek, hogy a film családbarát lesz, már ha egyáltalán elkészül, ugyanis úgy tűnik, hogy komoly gondok vannak vele. A produkcióval kapcsolatban már érkezett egy aggasztó hír, egészen pontosan az, hogy Bassam Terik rendező a forgatás megkezdés előtt bő egy hónappal otthagyta a produkciót, ami egy bennfentes újságíró jelentése szerint igen komoly gondokkal küzd. Először is a forgatókönyv alig 90 oldalas, ami nagyjából egy másfél órás film cselekményére elegendő, és állítólag mindössze két egészen halomány akció jelenet van benne. A címszerepet alakító Ali már most frusztrált, pedig még el sem kezdődött a forgatás, és leginkább Kevin Feige miatt, aki a Marvel jövő
főszereplőjének alakítgatása miatt most rendkívül szétszórt. A Watchmen sorozatot is író Stacy Ossei Kufor forgatókönyvét állítólag már odaadták a vajákon edződött Bo DeMaio-nak, hogy dolgozza meg, rendezőt azonban sürgősen találni kell hozzá, már ha tartani akarják a 2023. novemberre tervezett bemutatót. Bár sokan temették a Cyberpunk 2077-et a borzalmas megjelenési időszaka és a botrányok miatt, a CD Projektnek úgy tűnik, hogy sikerült sínre tennie a játékot, ami valósággal szárnyal az elmúlt hetekben. A CD Projekt a Twitteren jelentette be, hogy a Cyberpunk 2077-ből idén április óta 2 millió darabot értékesítettek, így már 20 millió eladott példánynál tartanak összesen. Ez önmagában is jó hír lenne, ám az elmúlt időszakban folyamatosan napi több mint 1 millió játékos látogatta meg Night City városát. A Steamen például többen nyomták a játékot egyszerre, nagyjából 136 ezeren, mint a The Witcher 3-at valaha. Ez leginkább két dolognak köszönhető. Egyfelől a Netflixen debütált Cyberpunk Edgerunners animációs sorozat hatalmas siker lett, ami miatt sokan kaptak kedvet újra elővenni a Cyberpunk 2077-et. Másrészt folyamatosan érkeztek a javítások a játékhoz. Ebben a hónapban jött ki például a nagyszabású 1.6-os patch, ami ráadásul az Edgerunnerhöz kapcsolódó tartalmakat is hozott magával. Jó újra itt tartani, foglalta össze érzelmesen az utóbbi időszak történéseit Pavel Sasko, a Cyberpunk 2077 küldetés tervezője egy stream során. Nehéz ezt kifejezni, miután a szívedet és oly sok munkádat beletetted valamibe. Tudjátok, néhányunk számára 6-7-8 évet is jelent ez, különösen azoknak, akik a kezdettől fogva itt voltak. Így hát megélni ezt a pillanatot, hogy az emberek szeretnek valamit, amit mi csináltunk, tényleg hihetetlen érzés, mondta a szakember. A Cyberpunk sikere vélhetően kitart most egy ideig, ugyanis 2023-ban érkezik a nagy story DLC, a Phantom Liberty, a CD Projekt pedig kijelentette, hogy elkötelezettek a franchise kibővítése iránt, nem csak játékokkal, hanem egyéb módokon is. Ennyi volt a Weekly mára, én megköszönöm a figyelmeteket, de ha már itt vagytok a csatornánkon, akkor csekkoljátok a God of War Ragnarök játékmenet újdonságait összegyűjtő videónkat, illetve azt, amiben jól kielemezzük a The Last of Us sorozat első előzetesét. Legközelebb újra találkozunk, addig is, sziasztok!